A Dombóvári Tolna vármegyei szakképzési centrum Apáczai Csere János Technikum és Kollégium igazgatója Lőce Tibor fontosnak tartja, hogy mindig hűek maradjanak az alapvető értékeikhez. Ha az apáczai iskolát kéne jellemeznem, akkor azt mondhatnám, hogy egy nagy hagyományokkal rendelkező, hagyománytisztelő, ugyanakkor innovatív iskola vagyunk. Több mint 100 éve vagyunk jelen már a szakképzésben, és látjuk el a környéket, a munkaerőpiacot olyan emberekkel, akik szakmailag magasan képzettek. Tiszteljük a hagyományainkat és ápoljuk ezeket, ugyanakkor nyitottak vagyunk mindenféle új kezdeményezésre, és nem csak nyitottak vagyunk, hanem általában az élére is szoktunk ezeknek állni, amennyiben jónak találjuk, úgyhogy azt mondhatom, hogy ilyen tekintetben viszont egy modern és innovatív iskola vagyunk. Az iskola képzési kínálata jelenleg csak és kizárólag technikumi képzésből áll, 7 ágazatban várjuk a hozzánk jelentkezőket. Az oktatás ágazat egy viszonylag új ágazat, egyre népszerűbb lesz, itt az oktatási szakasszisztens szerepel a kínálatunkban. Vannak hagyományosabb ágazataink, gépészet ágazat, ahol a vasúti járműszerelő technikus képzést kínáljuk a hozzánk jelentkezőknek, illetve a közlekedés és szállítmány ágazat, szállítmányozás ágazat, ahol a vasútforgalmi szolgálattevő technikus képzéssel várjuk a 9. diákokat. Ezen kívül van gazdálkodás és menedzsment ágazatunk, ahol vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzést kínálunk, illetve informatika és távközlés ágazatunk. Itt két irányba tudnak menni a hozzánk jelentkezők, szoftverfejlesztő és tesztelő technikusok lesznek belőlük, vagy informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikusok. Ezen kívül van még szinte nagyon népszerű rendészet és közszolgálat ágazatunk, ahol a közszolgálati technikusokat képzünk, valamint a kereskedelem ágazatban kereskedő és webáruházi technikus képzéssel várjuk a 9. jelentkezőket. Aki hozzánk jelentkezik, ő 5 évre kell, hogy számoljon, 5 éves technikusi képzések, aminek a végén érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet adunk, annak elvégzi a képzést. A képzésnek a struktúrája az úgy néz ki, hogy az első 2 évben közismeretet tanulnak és úgynevezett ágazati alapoktatás folyik, majd 2 év után ágazati alapvizsgát fognak tenni, ami egy belső, nálunk egy belső vizsga, utána pedig szakirányban tanulnak tovább a diákjaink, ekkor már döntően duális partnereknél, tehát a szakmát az közösen az iskola és a duális partner együtt tanítja a diákoknak, ami biztosítja azt, hogy a legrelevánsabb szakmai ismeretet kapja meg a diák, hiszen azoktól az emberektől tanulja a szakmáját, aki ténylegesen benne dolgozik. A 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát tesznek a diákok magyarból, matematikából, történelemből, illetve idegen nyelvből, így a 13. évfolyamra már csak tisztán a szakmai képzés marad, és ennek a végén szerzik meg a technikusi oklevelet, ami emelt szintű érettségi vizsgának minősül, és ez lesz az 5. tantárgyuk, ami bekerül az érettségi bizonyítványokba. Ez óriási erőnyt jelent a továbbtanulásnál, a szakirányú továbbtanulásnál, ugyanis többet pontok is járnak érte. Az intézményben számos beruházás és fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban. A múltan év elején a kézilabda pályát újították fel, az önkormányzat, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával. A tavasz folyamán a belső udvarnak a térkövezése is elkészült, ami szintén a szakközési centrumunk és a Dombóvárváros önkormányzatának együttműködéséből, egy közös projektjéből valósult meg. Ezen kívül rengeteg új beszerzésünk és folyamatos fejlesztésünk van, taneszközök és minden tekintetben. Most a nyáron sem pihentünk, mikor a diákok ugye nem voltak itt az iskolában, de kiváló lehetőség volt arra, hogy felújítsuk a folyosókat. A mindegyik folyosónk le lett járólapozva, illetve le lett festve, valamint az összes irodánk fel lett újítva, egy parkettázás történt, és az iskolai tantermek közül is 8 tantermet le tudtunk parkettázni és felújítani. Ezen kívül most már ugye egyre modernebb eszközöket szerzünk be, a hagyományos rétás táblát ugye régebben fölváltották a filces táblák, és most pedig a filces táblákat fölváltják mindenhol ezek az interaktív panelek, amik gyakorlatilag jelenleg az egyik legmodernebb oktatási eszköznek minősülnek, egy óriási képernyőt kell elképzelni számítógéppel és internet eléréssel, és ezzel tudnak már az oktatóink oktatni és tanulni a diákjaink. Ezen kívül számos bútorbeszerzés történt, és osztálytermekbe osztálypadokat szereztünk be, illetve székeket, úgyhogy igyekszünk minél komfortosabb és jobb környezetet biztosítani ahhoz, hogy a
nálunk tanuló diákok jól érezzék magukat. Bogdán Otilli a 12. osztályban tanul gazdaság és menedzsment szakirányon. Pénzügyi számviteli ügyintéző technikumi végzettséget fogok szerezni. Azért választottam ezt a szakot, mert ezen a szakirányon szeretnék tovább tanulni. A technikumi végzettséghez 4-szeres pontot szerezhetek az egyetemi felvételhez. 9-10. Évfolyamon az ágazati vizsgákra készültünk fel, 11. évfolyamon pedig ugye szakmai tantárgyakat tanultuk. Rengeteg olyan gazdasági ismeretre teszünk szert, ami a mindennapokhoz szükséges, például ugye hitelfelvételnél, vállalkozások alapításánál. Részt vettünk szakmai kirándulásokon, jártunk a Budapesti Pénzmúzeumban, illetve a Győri Audi gyárban is. Nagyon nagy élményekkel gazdagodtunk, és nagyon jó volt, hogy betekintést nyerhettünk egy ilyen nagy vállalat működésében. Ördög Réka 11. évfolyamosként az oktatáságazatban végzi tanulmányait. A képzés 5 éves, az első 2 évben ágazati alapoktatásban részesülünk, amit egy ágazati alapvizsga zár le, utána pedig szakmát tanuljuk egészen 13. év végéig. Nagyon szeretem a gyerekeket, kiskorom óta vágyam volt, hogy tanár szeretnék lenni, és úgy érzem, hogy ebben a szakmában nagyon jól el tudnék helyezkedni emiatt. Illés Nóra az oktatási szakasszisztens pályát választotta. 5 éves képzés, az első 2 évben ágazati alapoktatásunk van, ami egy ágazati alapvizsgával zárul 10. osztályban évvégén, utána pedig duális képzésbe kerülünk, ami annyit jelent, hogy most én már kint leszek az óvodában évvégén, heti 5 napot, illetve ami még nagyon jó, hogy külföldi tapasztalatszerzésre is lehetőségünk van az Erasmus program keretein belül. Nagyon szeretek a gyerekekkel foglalkozni, kicsi koromban is már mindig a nálam kisebbekkel szerettem foglalkozni, és úgy érzem, hogy ők is szeretnek engem, és szerintem ez a pálya nekem való. Tavaly nyáron lehetőségem volt Bécsben 2 hétig külföldön tapasztalatot szerezni egy óvodában, ami azért volt nagyon jó, hiszen a gyerekekkel is tudtam foglalkozni, a szakmámban nagyon jó alapokat kaptam ott is, illetve a nyelvtudásomat is tudtam gyakorolni, fejleszteni, és nagyon szuper 2 hetet töltöttem el. Igazából az esett nagyon jól, amikor a gyerekeken láttam, hogy jönnek hozzám, és szeretnek velem lenni, mert én is szerettem velük lenni, és a gyerekekkel eltöltött minden pillanat egy nagy élmény volt számomra. A diákok az első 2 évben ösztöndíjban részesülnek, valamint a duális képzésben résztvevők szerződéssel munkabért kapnak.